Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy milyen előnyei vannak a rendszeres csírafogyasztásnak, és hogy mire jók az egyes csírafajták. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Újhelyi Szabolcs Zoárd vagyok. Amikor kicsiráztatunk egy magot, rengeteg vitamin jön létre a kicsirázott növényben, főként A-vitamin, ami ugye a növekedés, a fejlődés legfontosabb vitaminja, a gyerekeknek is ezért fontos sok A-vitamint bevinni, illetve B-vitaminok vannak még nagy mennyiségben a csírákban, amelyek pedig az energiatermeléshez kellenek a növénynek. Azonban a vitaminoknál lényegesen fontosabb a csírák magas fitonutriens, polifenol, flavonoid, antioxidáns vegyület tartalma. A csírák bevitelével hatékonyan növelhetjük az enzim szintet a gyomorban, ezért a csírák nagyon jót tesznek a gyomornak, igen hasznos a bevitelük H. pylori, gastritis, illetve gyenge vagy kevés gyomorsav esetén is. Az enzimek hatékonyabbá teszik a folyamatokat a testünkben, így a csírák fogyasztása alatt javul az anyagcserénk, illetve fokozódik a vörösvérsejtek termelődése is, mivel sokkal jobban hasznosul belőlük a vas és a réz, illetve nagyon jó immunerősítők a csírák. Fontos tulajdonsága a csíráknak az is, hogy alacsony a fitinsav tartalmuk, az a vegyületi, amely gátolja az ásványanyagok és a nyomelemek felszívódását, azaz a kifejlett növényekhez képest a csírákból a mikrotápanyagok sokkal könnyebben tudnak hasznosulni. A csíráknak magas a fehérje tartalma, sokkal magasabb, mint a végső növényé. A csíráknak átlagosan 25% a fehérje, ami az emberi szervezet számára könnyen emészthető. Alacsony a kalóriatartalmuk, így az eddigieket tényeket figyelembe véve beilleszthető paleo, ketogén, low carb és vegán diétákba is. A csíra lényegében egy koncentrált étel, a végső növénynek egyes pozitív élettani hatással bíró vegyületeit koncentráltan tartalmazza. Így például a brokkoli csírát elsősorban magas szulforafán és glukorafanin tartalma miatt érdemes fogyasztani. A brokkoli csírában akár 100-szor több szulforafán van jelen adott súlyra vetítve, mint a kifejlett brokkoliban. Ez a vegyület több kutatásban is bizonyította széleskörű daganatellenes hatásait, főként mell- és prostatarák esetén, tehát rákos betegeknek brokkoli csírát fogyasztani nagy mennyiségben egy jó gondolat. A szulforafán gerjeszti a méregtelenítő enzimek termelődését is, nagyon jó a méreganyagok kivezetéséhez, a máj méregtelenítő feladatainak megtámogatásához. Én a brokkoli csírát eszem a leggyakrabban. A hajdina csírát magas B2 vitamin és rutin tartalma miatt érdemes enni, mindkét vegyület rendkívül fontos az érfalak erősítéséhez, például a visszerek vagy seprűvéna esetén. Az adzuki bab és más hüvelyesekből készült csírák, mint zöld borsó vagy lencsecsíra, jók az inzulin normalizálásához és a veseműködés támogatására. Magas vércukorszint, inzulinrezisztencia, prediabetes cukorbetegség esetén nagyon jó még a lucerna, a napraforgómag és a zsázsa csíra is. E-vitamin pótláshoz szinte mindegyik csíra fajta kiváló, de kiváltképpen a rukkola, a szójabab, a zsázsa, a zab és a rost csíra. A mungóbab csírának jelentős fehérje, C-vitamin és vas tartalma, így például vérszegénység esetén hasznos a fogyasztása. A retek csírának erős csípős íze van, erős fertőtlenítő hatást fejt ki az emésztőrendszerben, tehát a gyomorban és a belegben elszaporodott gombák, baktériumok ellen érdemes enni rendszeresen. A lendmag csíra elsősorban azért jó, mert belőle sokkal több tápanyag tud hasznosulni a testünkben, mint az egyébként ugye tápanyagokban gazdag lendmagból, vagy lendmagolajból. A lendmagot, amikor megesszük, sokszor szinte egészben távozik, azért, mert a természet úgy hozta létre a magvakat, hogy azok az ültetésig magukban tartsák az energiát és a mikrotápanyagokat, tehát még az emésztőrendszerünknek is képesek ellenállni, és ez a lendmag esetén fokozottan érvényesül. A lendmag csírából például az omega-3-at az emésztőrendszerünk könnyebben ki tudja nyerni, mint a sima lendmagból. A búzacsírát inkább olajformában fogyasszuk, a hidegen sajtolt búzacsíraolajnak elenyésző a glutén tartalma. A búzacsíraolaj, a lendmagcsíra és a lendmagolaj kiváló E-vitamin források. A csírákat keverhetjük salátákba, például paradicsom salátába, kell salátába, ehetjük önmagában
vagy több fajtát keverve, reggelire kiváló eledel. A zöldség, illetve lucerna félékből készített csírák nem szakítják meg a böjtöt sem, mivel nagyon alacsony a kalóriatartalmuk. A csírák esetén mindig felmerül az E. coli és a szalmonella fertőzés veszélye, mivel mind a magoknak, mind a baktériumoknak ugye a meleg párás környezet az ideális a fejlődéshez. Ha nagyobb bioboltok mellett lakunk, rendszeresen vásárolhatunk ott friss csírát. Egyéb esetben, ha friss csírát szeretnénk minden nap enni, célszerű otthon csíráztatni, fillérekből megvan, így a fertőzés esélye gyakorlatilag nulla. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a csírákról, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, mert így a YouTube másoknak is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!